Múlt héten leesett az első hó a hegyekben, ez pedig azt jelenti, hogy közeleg a tél, egyre hidegebb az idő, hajnalban már mínuszokat is mérhetünk. Ahhoz, hogy ilyen időjárási körülmények között is biztonságosan közlekedjünk, érdemes néhány dolgot átnézni a gépjárműveken. A legfontosabb az abroncsok minősége. Ha a hőmérséklet tartósan 6 Celsius fok alá csökken, érdemes felszerelni a téli gumikat, amelyek akkor biztonságosak, ha a bordázatuk legalább 4 mm mélységű. A guminyomást érdemes két hetente ellenőrizni, és ha szükséges, beállítani az ajánlott értékre. Ezzel nem csak a megfelelő tapadást biztosítjuk, de a kátyuk ellen is jobban védve leszünk. A téli felkészítéshez hozzátartozik a gépjárműben található folyadékok fagytűrő képességének ellenőrzése. Gondolok itt a téli szélvédő mosó folyadékra, mely ha nem megfelelő, akkor nagyon kellemetlen élményeket okozhat, ha nem tudjuk az ablakot kellően letakarítani, valamint a fagyálló hűtő folyadéknak a fagytűrő képességének ellenőrzésére, melyet akár minden benzinkúton az ott tartózkodó személyzet segítségével könnyűszerrel elvégezhetünk, hogy ne okozzon nekünk ez kellemetlen meglepetést. A folyadékszinteket mi magunk is megvizsgálhatjuk otthon, de a fagytűrő képesség ellenőrzéséhez refraktométerre lesz szükség. Érdemes felkeresni egy benzinkutat, ahol ezt ingyenesen elvégzik. Ez a refraktométer tulajdonképpen egy ilyen optikai műszer, amit vizuálisan meg tudjuk ezzel állapítani, hogy a gépjárműben található folyadékok milyen intervallumig bírják tulajdonképpen a hideget. Ez egy optikai elven működik, rácseppentünk egy kis üveglapra egy kis fagyállót, fény felé fordítjuk, és így könnyűszerrel meg tudjuk vizsgálni, hogy az mínusz hány fokig tűri a hideget. Az ősz beköszöntével egyre korábban sötétedik, ezért érdemes időben ellenőriztetni a fényszórókat is. A beopálosodott, megfakult fényszórók nem csak a látást, a láthatóságot is nagy mértékben csökkentik. Bár környezetvédelmi szempontból nem előnyös, a hideg időben indulás előtt érdemes egy percig járatni a motort. A rövid ideig tartó melegítés csökkenti a motorban a kopást, és a langyosabb hűtővízzel könnyebben páramentesíthető a szélvédő is.